Mitchell a szavaztok, srácok! Keeper jelentkezik a következő 7 Days. Kicsit kora van még, úgy gondoltam, hogy egy kicsit még lootolgassunk, meg mászkáljunk, bár az a baj, hogy ugye megint tele vagyok mindenféle cuccal. Lehet, hogy kéne összedobnom egy ládát, és akkor gyorsan ugye abba be tudnék pakolni, és akkor még lootolhatnék. Hát, ide jó is lesz szerintem. Várj, itt biztonságos láda, vagy biztonsági láda, milyen biztonságos? Ezt nem fogja tudni overrakni, mi? Aha, várjatok. Ugye fölveszem, csak akkor így legalább le tudtam rakni. És ami éppen nem szükséges, hogy nálam legyen, az akkor így megoldódik. Például ez nem kell nekem. Azt kirakjuk. Gyorsan menjünk végig rajta, mag nem kell. Ezek a kulcsok egyelőre maradjon, akkor oké, nem kell, fösték gondolom nem kell. Alkotrész nem kell, ez nem kell, nem kell. Ez se kell, igazából ami nem kell azt akkor rakjuk ki, ez se kell, egyik csőkós bőven elég, ez se kell. Jó van srácok, még csak 20 óra 19, nagyon szívesen elmennék még egy kicsit csapatni. Jó, oké. Jegyezzük meg, hogy hol a legérdemesebb bejönni. Hát itt bejövünk, és akkor a belső helyiségbe. Oké. Ja, egy picit még körülnéznék, hát itt már ugye mindent megnéztem. Fú, rengeteget gondolkoztam, hogy legyen ez az egész. Ilyenkor megmaradt a jelölésem, marhára nem maradt, de megmaradt, jól van. Ott van, azt néztük ki, ugye azt a dombot. Hoppá, gyerekek, hát ez hogy került ide? Oké, egy-két zombit kinyírunk még addig. Ha más nem. Vagy megnézhetném azt a dombot, ugye 20 óra 36 van, 10 óra kezdenek futni. Akkor bőven elmehetnék oda, azt a megleshetném. Jó, a sivatag egy baj van vele, sok a kaktusz. Ami igazából nem is baj. Kicsit kutakodunk a szemétbe. És megnézem azt a dombot, hogy akkor az mennyire lesz nekem jó, vagy mennyire nem. És lehet, hogy reggel azt csináljuk, hogy nem megyünk el egyből azt a szart megnézni. Azt a mi az tárnát, hanem inkább egyből megépítjük a kezdőbázisunkat. Hogy legyen hol laknunk, ugye? Ez az a domb, amit néztem. Hát ennek a tetejét el kéne simítanom például, ugye? Kapásból. Na nézzük milyen, mennyire egyenes, nagyon bízok benne, hogy egyenes. Aha. Ez lenne az a dombocska. Kicsit körül, aha, nem rossz. Nem rossz, a telepedés szempontból, ne akadjál! Itt egy épület. Mekkora ez a domb, mekkora terület tartozik hozzá. Ó, ott is egy ilyen. Hú, ez nagyon emlékeztet még a toronybázisomra, ugye? Nem rossz ez a domb. Megnézem azt a másikat is nagyon gyorsan. Tudom, nincs időm. Úgyhogy sietek. Megnézem ezt a dombot is. Valami kis, tényleg egy domb, aminek a tetejére tudok építkezni. Valami toronyszerű, meg ilyesmi bázist képzelek el. Ugye mindenképp föld felett építkezünk. Ah, ez lehet, hogy jobb. Ez jobban tetszik, jó. Ez jobban tetszik, gyerekek. Futásodom mindjárt. Aha, itt már voltunk is. Ah, ez jó, ez jobb, ez jobb. Ez jobb, ez jobban tetszik, gyerekek, ez lesz. Na, húzás haza. Hopp, kaktusz. A másik is pont ugyanolyan jó. Legyen az inkább. Jó, majd eldöntjük, hogy melyik. Igazából az, hogy nem kellene olyan nagynak lennie, de most mi van? Staminám elfogyott, mondom, eltörtem a lábam, vagy mi történt. Térképen majd megnézzük, hogy melyiknek milyen kialakítása van. Lyukkát az gyűjtünk bőven. Ezt akkor csinálunk lyukka juice-t. Ki lehet önteni valahogy az üvegből a ízét, azt a bűnös vizet? Ez egy jó dolog lenne. Akkor tudni, hoppá, szöges izé, jaj, de jó. Na jó, maradjál.
Sietnünk kell haza, nyomj, de nagyon sietnünk kell haza. Menjél, ússza gyorsabban, more. Jaj, ne! Pihengetek egyet. Van még 15 percem. Ja, megpróbálkozok azzal. Vagy ugye lyukkából akkor csinálok lyukka juice-t, aztán akkor már meg is van az italom. Aha, alvó zombik spónolhatnak épületekbe, úgyhogy erre figyelni kell. Jó, meg vagyunk. Oké, tetőn vagyunk. Szuper, gyerekek, szennyezett víz. Ezt, ha szétszedem, akkor mi lesz belőle? Receptek. Tiszta víz, igen, jó. De most, hogy szétszedem, akkor kíváncsi leszek meg ezzel. Nem lesz jó nekem, ízét csináld volna belőle, ugye üvegcserepet. Jó, de viszont van kettő. Akkor mindenképp az lesz, hogy lyukka ital, azt csinálunk, azt akkor tudok inni. Meg ugye lyukkában kaját is ugye ki tudsz nyerni, úgyhogy ez mindenképpen jó. Jó, gyerekek, csicsika lesz, annyi kellene, hogy... Nem tudom, hogy írják, fakeret? Fakeret, oké. Okay. Vagy csináljunk szerintem egy 20 darabot biztos. Nagyszerű. Tiszta vízünk, először azt megisszuk, utána a lyukka juice-t. Fákját meg akkor dobjuk már le valahova. Meg a gyertyát is. Azt hiszem, hogy most már fényre is jönnek a zombik, vagy valami ilyesmi van? Nem tudom. Ez érdekes, hogy ezt a fákját meg minél bitleg normálisan megcsinálni. Hogy lerak, hogy jó helyre rakod le. Jó, 70%, oké. Okay. És ott beküldöm mind a kettőt, azt csinálom megint lyukka juice-t. Aha, és akkor így W-vel fel tudom nyomni. Jó, oké. Azon filózok, hogy kellene nekem még egy-két dolog. Várjatok, ezt a bunkót, ezt ki akartam cserélni, sőt, ezt szét is szedem. És akkor nekem van valami névnevelő nevű dolgom. Ami úgy látom, hogy ez jobbnak tűnik, szuper. Ja, meg akkor izét is gyártsunk. Nyilvesszőt, mennyit tudok? Készít 25, jó. Nagyszerű. Várjátok, még valamit akartam. Csinálok egy csontkést. Majd kinyelni ugye a dolgokat, viszont erre nincs szükségem. Mi a kidobás? Csont készít, jó. Oké, és akkor ezzel is ugye azon meg ki tudom nyerni az alkotó elemeket. Jó, 22 óra. Igen, én akartam még, a fakeretet lerakom ide. És kicsit itt ezt beépítjük. Az, hogy ne tudjam följönni semmi. Ugye? Most kacok, szerintem ez így most el vagyunk. Első éjszaka valószínűleg nem fog megtámadni minket túl sok zombi. Persze ugye nem a hordára gondolok, hát az meg főleg nem, de... Jó, nagyszerű. Oké, okay. Következő reggel, hajnalban egybe ugye letelepedés, addig még egy kicsit itt el leszünk. Nézzük meg a térképet. Igen, ugye ezt néztem meg, ezt a magaslatot. Viszont itt mögöttem is van egy ilyen magaslat. Még pont mögöttem van, melyik lehet az? Meg itt szembe is van. Amerre én nézek. Amerre nézek, jó, ez az. Ha valaki hörög, jó. No probléma. Igen, az ágyam az még mindig a... nagyon messze van. Akkor lehet, hogy kéne egy hálózsák. Ezt akkor ide lerakjuk. Ja, filózok rajta, hogy melyik,
Ugye ez a magaslat lenne jó, vagy pedig az a magaslat? Az olyan ízésebb, olyan jobb kialakítású. Nem tudom melyik legyen. Hát ugye közelebbi lesz, ez lesz, és akkor ugye elég távol vagyok a kiégett földtől is, de azért el tudok arra menni. Vízünk is nagyon közel van. Meg gondolom a civilizált részeket is azért elég hamar el fogom érni. Jó srácok, az lesz, akkor oda fogok letelepedni. Egy dolgot még meg akartam nézni. Az nem tudom, hogy hol van. Itt a karakterem, jó. Térkép. És akkor a skillek, hogy hány pontot tudom, összesen 6 pontot tudok elkölteni. Szerszám Kovács. Jó. Ja, szükséges játékos 5 színnek kell lennie. Különben ugye nem tudom ezt megoldani. Hol van a szintem? A karakternél talán 2-es szint, igen. És akkor most már talán jobb cuccot tudok gyártani. Csak ugye kell hozzá szint is, hogy ezt elért. Szóval nem tudsz egyből, ugye, mint régen gondolom azt csinálták, ugye, hogy legyártottam 8000 fakeretet, aztán lett egy csomó ponton, és már is tudtam osztani. Jó. Oké. Okay. Következő részben mindenképp az lesz, hogy akkor nekiállunk építkezni. Azon gondolkozok, hogy... hogy mivel kezdjek el építkezni? Hát... Ilyet kellene készítenem, és ezzel tudnám magam körbevenni nagyon gyorsan. Fú, 56-os, vagy van ilyenem, ezt lehet, hogy el fogom használni, és nagyon gyorsan megpróbálok akkor fát ugye kinyerni. Csak az a gond, hogy itt nincs fa, úgyhogy az kellene egy csomó fa, és akkor azzal el tudnék kezdeni ugye valamit. De várjunk, csak nézzük meg. Macskakődarabok. Igen, ahhoz agyag is kell és kődarab. A... hiszem térkőblokk volt talán? És a térkőblokkhoz csak macskakő kell. Az meg viszont még jobb lenne. Nézzük a pilléreket. Aha. Járdarab pillér. Na ilyesmi, ez még jobban tetszene. Járdarab pillért. Szóval akkor ezért kellene szednünk, ugye? Rengeteg követ. Ez lehet, hogy ez jobb lenne. Rengeteg kő kellene és agyag. És akkor inkább abból csinálnám a pilléreket. És ez szerintem mind a kettőnek ugyanaz a durability-je, de ebből könnyebben kilátok. Úgyhogy az lesz szerintem, azt megoldjuk. Jó, srácok, oké. És abból alakítunk ki egy kisebb bázist. Követ kell gyűjtenünk, az lesz a lényeg. Csináljunk izét. Ez mi az a szar? Csináljunk kőbaltát, mi hiányzik hozzá? Ja, elbasztom a kövemet. Várjátok, itt nem tudok, ebből nem jön ki kő? Szokott ilyen lenni, nem? Ez mi, ez fa? Ez fa. Ez nem jó nekem. Hű gyerekek, ebből esik ki kő? Aha, jó esik, alól. Pár követ kiütök belőle. Oké. Okay. Ugye egy szabály van. Föld. Föld fölött kell ugye léteznem. Nem mehetek a föld alá, nem bújhatok el. Oké, okay, kőbalta készít, és megnézzük most hány eset csinál. Á, már 50 eset, nagyon jó. 5-ös szinten ugye még rakhatok rá, és akkor még jobb lesz. Jó, akkor ez mehet. Meg akkor lehet, hogy készítenem kéne párat még. Már csak azért, ja várjatok, ezt meg le akartam rakni. Már csak azért kéne párat készítenem, mert akkor, hogyha bányászkodni fogok. Elnézést. Akkor ugye...
ne kelljen egyből tökörészni vele, ezt ide rakjuk. Ezt ide rakjuk, ezt nem kell, hogy itt legyen. Ezt ide rakjuk. Így, valahogy így. Most már jobb. Jó, hajnali egy óra van, nem sokára ugye kell a nap. Addig még igazából, hát ebből kijutni szerintem nem nagyon érdemes követ majd inkább. Jó, kő meg izé kell. Agyagot akkor be kéne jelölnöm magamnak. Ó, itt van bőven agyag, jó van. Oké. Kicsit távolabb fogok agyagot gyűjteni. Inkább itt. Már csak azért, még akkor egy kőásót is csinálunk, már csak azért távolabb gyűjtök agyagot, mert civilizált helyeknél szerintem a zombik azok nagyobb eséllyel spawnolnak. Még egy-két kőásó, és akkor holnap reggel instant futás mindent összegyűjtünk, és akkor nekiállunk a bázisunknak. Ja, meg egy ajtó is kéne. Várjátok, az ajtó. Szerintem az ajtót azt megoldom, nem ajtón fogok közlekedni. Ja, valamit kitalálunk erre. Jó lesz ez. Csak az ásónak csinálok ám izért készít. Ebből is kéne még egy, nem? Kicsit odébb megyek, nem akarom leszakítani. Ezért. Mennyezetet. Mennyi van? Hajnali 2, szuper. Kicsit meg vagyok fázva, ne haragudjatok érte. Jó hülye hangom lehet. Ez micsoda? Ez ilyen ráléphető, micsoda, ilyen design akár, micsoda. Érdekes, ez mi? Ezek szerintem új dolgok, ezek nincsenek leizélve, nincsenek még lefordítva. Jó, hajnali 2. Alakul, hát. Kicsit itt megint átrendezem. Keret az mindig jó, hogyha van nálad. Ugye azt már megtanulhattuk. Ez az szuper. Csak már haladjunk már, menjen az idő vagy valami. Akár úgy nem lehet aludni, bár igazából ennek sok értelme nem lenne. Jó. Menjen az idő, még másfél óra körülbelül. Majdnem 2. Sok értelme nincs így követ kinyernem. Na várjatok. Még itt egy kicsit rendezkedek. Ugye most akkor a fonz nem kell. Oké, az jó lesz. Kicsit bekencézzük magunkat, aztán akkor fölmegy a HP-nk is. Ja, meg kaja az kéne, várjátok, hogy állunk kaja szintűleg. Jó, akkor csak 38. Ezt beküldöm. 51, jó van. Jó. Tetszik eddig. Eddig elég jól állunk. Sivatagban lehet kicsit melegem lesz ebbe a hacukába. Ez az, szuper. Jó, aloeverát mindenképpen szedjük. Menet közben, lassan kell a nap. Meg még ráadásul az izét is szedjük, lyukkát is folyamatosan. Bár lyukkából van bőven, hát, nem szívesen eszem meg csak így. De ne legyen gondom a kajára. Holnapi nap folyamán. Meg ide még kirakok egy-két dolgot, hogy biztos, hogy ne legyen nekem most így fullon az inventorim, szök se kell. Főző edény se kell. Ez se kell szerintem. Meg ezt se kell, bár azt úgyis fogja szórni. Meg ez a szennyezett víz, és akkor majd eljövünk ide érte. Nagyon király, gyerekek, imádom! Tudjátok, mit kaptam ajándékot tegnap?
csinálok róla videót, nem tudom, az valószínűleg már fel is került, amikor ti ezt látjátok. Izét, egy 50-es MTZ-t, komolyan, egy nézőtől, Csaba nevű nézőtől elvileg, és nagyon király. Most még nem csináltam meg róla az unboxingot, meg a videót, de szerintem akkor, amikor ezt nézitek, ezt a videót, akkor már meg, ti már láttátok. Azt nem tudom, mert nem bírtam ki, meg akartam nézni, hogy mi az, de mindenképp csinálok róla egy bemutató videót, hogy hú, de király. Jó. Fuck you-t felvettük. Fú, alig várom, már mehessek. Akkor, igen, megyünk egyből ugye agyagér, meg a követ, az összes követ, ami van, azt mindenképpen gyűjteni fogjuk, meg ezt megjavítjuk. Érdemes megjavítani a cuccokat most már, ugye, mivel attól még, hogyha újat gyártasz, nem lesz jobb. És jó, 48-ra lement, ugye, mivel javítva volt, de ugye most már csak úgy fog nőni ez a dolog. Hányos szintű? 3. Ja, van pontom. És 3 pontba kerülne, csak ugye 5-ös szinten fogom tudni majd fölvinni. Jó, oké, kezdjük átlátni a dolgokat. Mert csomó mindennek, meg gondolom még más szükséges dolga van, de itt aha, játékos egy szint. Ja, ezekre is lehet rárakni. Atlétika az meg ilyen, ez növekszik. Bányászati eszközök. Nagyobb kárt tudsz okozni. Jó. Erre, nem tudom, erre most nem akarok elkölteni. Ez szerintem elég jól fog fejlődni. Mindjárt megyünk. Mindjárt megyünk. Fát az gyűjthetek ebbe. A gyerekek be is laggolt. Sok minden nem jön ki belőle, úgyhogy nem szarakodok ezzel. Junior meg horkol. Ezt elveszem. Egyelőre íjjal közlekedünk. Ott is egy hálózsák. És látom az udvaron. Még egy tábor tűz, valaki ott héderezett mi. Az vagy lehet leszpónoltak a zombik alulra, de nem merek lemenni nagyon hamarabb. Azért nem megy a hülye, mi? Ugye itt volt ezelőtt egy zombi. Lehet, hogy a közelünkben nem spawnolnak egyébként. Na húzzunk. És akkor most már tényleg nagyon pörgősen. Aloét mindenképp szerünk, lyukkát mindenképp szerünk, de csak hogyha nagyon útba esik. Szóval nem fogok kerimbózsálni miatta. Ja, meg ezt mindenképp szedjük. Ma nagyon sok dolgunk van, úgyhogy ez pörögni kell, mint az őrült. Tényleg, hogyha útbe esik így esetleg, akkor összeszedem, amúgy nem. Na, ott vannak a foltok, ugye? Atlétika képességünk elérte a 6-os szintet. Na, itt kell lennie valahol az agyagnak. Meg is vagyunk. Jó, nem tudom meddig fogjuk gyűjteni, elég sokáig akarom. Kell bőven. Szedjük. Érdekes, hogy az ilyen füves blokkot, hogyha kiásod, akkor kapsz belőle füvet is. Most például itt nincs fű, de ha eltűnik, akkor adott füvet, nem? Vagy pedig olyat ástam ki azért, amin volt fű. Ha nem, kapsz belőle. Jó, most egy kicsit pihi, ilyenkor. Nézzük, mennyi van? 106. Mennyi kell egy... Mi a neve? Hogy épül fel a macskakő? Egy kell hozzá, ugye? Aha. Akkor egyből lesz egy macskakő. Egy ilyenből, egy olyanból. És akkor a térkő...
pillér. Ez 4 kell. Tehát akkor ebből tudok csinálni eddig 20 pár darabot, ugye? Ami elég jó. Oké, hát egy, nem tudom, egy 500 darabot össze kéne kapni, vagy nem tudom, körülbelül. Nem tudom, iszok egy Jukka Juice-t, ez azt hiszem, hogy növel, ugye? Ezért. Ó, hát ez király. Ez király, király. Növeli ezért. Staminát. Jó, egy 500 darab kő, 500 darab üzé, agyag, azzal el tudnék kezdeni akkor mókázni. Igazából tudom, hogy ez most unalmas, de érdemes megcsinálni, ha egyszer már itt vagyok. Úgyis akkor később futkozni kell. Közben meg berakjuk majd Jukka Juice-t, ugye termelődni annyi van, mint a sár. Úgyhogy ez teljesen jó lesz nekem. Nem tudom, mennyi lehet, nem túl sok van még. Szerintem van 200 darab talán. Nézzük rá. 250. Jó, fele megvan, gyerekek. Ugye egyből egy kő, egy izé, akkor abból egy... Tönkrement az eszköz. Ezért kell csinálni, amikor ráérsz, többet. Ja, csináljuk azt, akkor kettő ásót tönkreteszünk. És akkor annyi. Várjatok. Kicsi pihi, kicsi kaja. Ez is ugyanevel érdekes. És akkor mehet a meló. Ezt az ásót elhasználom, azt akkor megyünk kőre rá. Azt fogunk gyűjteni. Mai nap el kell készülni a föld fölötti bázisomnak. Az alap bázisnak. Szerintem biztos most már körülbelül 400 darabnál tartok. Á, pont annyira, na, várjatok? Közben ez is menjen. Nem vagy szomjas, jaj, ilyen... Ó, el is felejtettem, hogy nem ijadsz. Viszont enni ehetek. És ez is ad kitartás, tizet. Ja, több mint 500 darab lesz. Jó, végzünk egy olyan 7 órára legkésőbb. Látok, ott már nem izé van. Ma homok volt, homok nem kell egyelőre. Nagyszerű. És ugye agyaggal fel tudod húzni a durability-ét a izé blokkoknak, ugye a macskakőből épült blokkoknak. Szóval be tudod vakolni. Szóval talán duplázni lehet a durability-ét azzal. Ilyen ezres. Azt hiszem 500-as a durability helyzének. A sima macskakőből készült blokknak, ugye a térkőblokkoknak. Utána ugye agyaggal fel tudod húzni. Úgyhogy azért is jó, hogyha van agyagod. Azzal még inkább tudod növelni. Na jó, mindjárt elfogy a lásom. Jó, szerintem mondjuk úgy, hogy el is fogyott. Menjünk van 536, kb. Erre gondoltunk. Jó, akkor menjünk rá a kőre. Viszont szerintem sétálok, hogy addig egy kicsit pihenjen a katona. Nézzük a kövek merre vannak, és akkor útbeejtve mondjuk ide megjelöljük, és akkor útbeejtett köveket próbálunk keresni. Jó, oké. Közben gyűjtsünk. Gyűjtögessünk. Meg kéne néznem, hol van egy kő. Ugye itt látni ez... Ott pont arra előttem. Jó, akkor arra ott elfutunk, aztán... Hát gyűjtjük is a köveket.
Most egyelőre hagyjuk a zombi gyilkolászást. Ott van valami nagy épület, az durva. Meg mik, valami sziklák vagy micsodák vannak arra a távolba. Ja nem, az egy falu, baszod. Ott van egy város vagy valami csoda. Úgyhogy ez is jó. Nem, ott van a izény. Á, pont rá, pont átmentem egy izén. Egy milyen neve annak. Kaktusz van. Na várj, az előbb láttam egy követ. Ja, ott van. Ezt itt szétcsapom teljesen. Ezt a követ. Ugye kell egy, hát egy ilyen 400 darab körüli kő, az jó lenne, mert akkor maradna a agyagom a vakolásra is. Mindenképp egy magaslatra szeretnék építkezni. Az a gondom vele, hogy ez lehet, hogy túl nagy az a magaslat. Jó, egy olyan 30 alatt, 30 stamina alatt mindig pihenek egyet. Akkor már nagyon lassan üti. Jó, mennyit szeret ki ebből? Ne, csak 48-at. Hú, ez nagyon lassan szedi. Ez nem túl jó. Egyszerű. 48, ugye? Hát, hogy 200, vagy 400 darabból tudnék ugye 100 darab ilyen dolgot majd csinálni. Blokkot. Ez abban soha nem elég, úgyhogy úgy kell gondolkozni. Ilyenkor ugye lassan sétálok, inkább gyűjtögetik, aztán következőre talán fel, amíg odaérek, feltöltődik a stamina. Picit olyan nyugi van. Ja, itt egyébként az jó ugye ebben, tényleg ezen a mappon, hogy egy csomó minden van, egy csomó változatos érdekes objektum. Még ilyen izé is van, ilyen vadnyugati falu, elhagyatott vadnyugati falu, meg hasonlók. Ja, melegen van, egy picit várjatok. Hülye hangot hallottam, nem tudom mi volt ez. Meg lesz egy csomó vasam is, úgyhogy ez jó így. Mert minden ruhánál ugye ott van, hogy az mit csinál, hűt vagy fűt. Plusz 2. Lekaptuk, azt mindjárt jó lesz. Ez is gondolom plusz 2. Plusz 2, egy kicsit levet köztünk, jó? Az eszköz tönkre ment. Jó, itt is szerintem azt csinálom, hogy elhasználok 2 ilyen boltát, és ez körülbelül akkor annyi. 132, tehát ez egy olyan 200 valamennyire elég lesz. Abból csinálhatok egy 50 pillárt, pillért. Miért pillárt? Meg még annyit meg kell néznem. Térkép, igen, és akkor ott meg van is. Jó. Kicsit megmártózunk, azt mindjárt lejjebb megy ugye a hő dolog. Mit kell beütni ahhoz, hogy izé legyen? Celsiusba mutassa? Nem tudja valaki, biztos, hogy tudja valaki. Ha van kedvetek, írjátok meg nekem, Keepernek. Na és akkor ezt a magaslatot néztem ki, ugye? Jó lesz ez nekünk, biztos? Jó, gondoljuk meg. Jó, közben nekiállhatnék ugye macskakő blokkot csinálni. Akkor azzal is.
menne itt ugye. Nem, nem menjen külön az idő. Szuper, jó, oké. Okay. Ezt a követ szétütöm, azt akkor megyünk építkezni. És már van elég. Ja, le kell kaszálni a füvet. Építőipari szerszámok, ugye az csak annyit tesz, hogy gyorsabban tudom bányászni a különböző dolgokat. De sokáig tart ez, gyerekek, ígyunk egyet. Most már lehet? Jó, jó, lehet. Gyorsan, gyorsan! Ez a szuper jó volt, hú, de jó, na. Akkor, hova kellene telepednünk? Hol lenne jó? Ennek a közepén? Hát ennek a közepén lenne értelme, ugye? Mondjuk, hogy ennek a közepén. Egy dolgot nem akarok elcseszni. Mindenképpen szeretnék alapját a bázisnak is. Vagyis a bázisnak szeretnék alapját. Mindenképp úgy fogok építkezni. Nem akarok a földre építkezni. Jó, ezt tönkrement ez a szerszám. Itt ezeket lehet, hogy ezt várjátok. Az egyiket... Na, javítsuk meg mind a kettőt, nem? Há, ezek is tönkrementek, várjátok. Most bunkós botta üssem, ne szórakozzál. Ezt nem teszem tönkre ezt a fejszét. Jó, 50 malány másodperc. Jó, mindegy. Hia. Igen, az kellene, mondjuk ököllel is ugye lehet füvet ütni ki. Aha. Itt ez sík ez a terület, ugye? Az. Jó. Oké, okay, itt lesz kialakítva a bázis. És ebben a sorozatban több kalandozást tervezek. Mindenképpen. Nagyszerű, oké. Okay. Na, akkor... Lassan szerintem elkészültek igen a dolgok. Jó, na, van 166 ilyen, és akkor mindenképpen, nem tudom, térkő, vagy hogy is nevezték ezt? Ha ilyes, na, ilyen rampa kellene nekem, blokk kellene nekem, mennyit tudnék csinálni? 41-et, nem túl sok, úgyhogy mindenképpen még kell gyűjteni. Nagyon, pfú, pedig a... Nem vagyok boldog. Kell még mindenképp sok kő. Csináljunk egy 30-at, mindegy, gyerekek, kell. És kellene akkor macskakő még. Jó. És akkor ennek a blokkját, ezeket, látok, az egyiket szétszedjük, a másikat megjavítjuk. De nincs hozzá kő, jó, mindegy, akkor szétszer. Oké. Okay. Közben akkor gyújtok izét fa, követ, mert az rengeteg kell. Egy bajom lesz, hogyha nem lesz tornyom, akkor nem látok le a domb aljába, úgyhogy mindenképp kell egy torony is majd. Tényleg nagyszabású építkezésbe gondolkozok így már kapásból az elején. Hú, nagyon melegen van, hogy rohagy meg, várjatok, valami szalmakalapot kellene csinálnom, csak most marhára nem, nincs lehetőségem. Ugye megy egy csomó craft. Csunk megy egy kalapot. És megnézzük természetesen a városokat is. Ott van egy kiégett város. Ú, ez jó közel van. Nagyon szuper.
Tudok menni lootolni agyba főbe. Igen, igen, meg is van a terv, megvan terv mindenre most már. Így a fejembe, jobban mondva, ugye. Csak. De melegem van. Jó van, gyerekek, oké. Na. Akkor azt mondja, hogy... Következőképpen képzelem el, ha mennyire vagyunk mi itt középen most. Marha középen vagyunk, ugye? Tényleg full a közepén akarok lenni. Itt a közepe. Jó. Oké, keret. Azt próbálgatom, mekkora bázis kell, mondjuk... Kezdetnek mindenképp kéne egy ekkora. Így. És ez hány blokknyi? Szimetria, tudjátok! Tizenhárom, ugye? 13 blokk. Annak a közepe ugye akkor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7-es. És akkor ide is. 6-ot ugye ki kell rakni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És akkor elvileg arra gondoltam, hogy ide körbe megcsináljuk ezt. Hát rengeteg kő kell. Mindenképp lesz alapja, már mindenképp lesz, így ahogy látjátok, ugye mindenképp lesz egy padlószint is. Bazze, nagyon hülye vagyok, bazze! Egyből elkiállok ilyet építkezni, az nagyon komoly. És nekik több kitérkő kell. És nekik több kő kell, és még több minden kell. És marha melegem van. Sírs annyi. Várjátok, jaj, nem csináltam izét, így hülye, na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, innen ki tudom szedni már. És akkor átrakom a túloldalra, és akkor ott is meg lesz ugye a... Tudog, 1, 2, meg... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez a közepe? Igen. 2, 3, 4, 5, 6. És akkor ide jön a következő sor. Ezzel vigyázni kell, hogy rakod le, mert ezt nem tudod visszaszedni. Szerintem verheted fél évig. Ez az. Az a lényeg, érjek körbe. Mennyi van még? Még 6 készül, nem? Sok? Jaj, te hülye vagy! Keeper, te azt nem kis pályázol. Kis finom bázis kapásba, mi? Keeper egy állat. A mai rész az erről fog szólni, bázist próbáljunk kiépíteni. Aha, 9 van, azzal sokra nem megyek. Így van, hűsítőt. Ujjjjjjjjjjjjj. Hőgután van, gyerekek. Hűsítőnek számító dolog? Van lehet, hogy csináljunk egy szalmakalapot, baze. Hú, te fiú. Na nézzük, ez mennyire hűsít. Minusz 10. Jaj, de jó. Na mindjárt jobban érezzük magunkat, ugye? És mindjárt mehetek megint követ szedni. És dél van már, hallod? Ez nem jó. Ja, ez lesz a kezdőbázis. Hát ez egy ilyen kis finom. Finom kezdőbázis. Hol van kő? Nézzük meg a térképet. A legközelebbi mögöttem pont vannak kövek, jó. Nem olyan nagy gáz. Kicsit sokat kell melózni érte. Igazából alapanyag az van. Időnk az annyira nincs.
követ kell sokat gyűjteni, meg egyből el kell kezdeni craftolni a különböző egységeket. Most már ugye a pilléreket fogom craftolni, tehát ott bent én egy biztonságos zónába tudok majd létezni. Az alját ugye azt majd még folytatjuk. Ugye két magas pillér sor, az úgy nekem jó lesz. Később ugye csinálok egy belső helyiséget. Egy olyat, ahol ugye talán a fényre annyira nem tudnak jönni, bár igazából hadd jöjjön. Baszod az eget, te hülye. Na most full megfeledkeztem a zombikról már. De majd szintén lépés az megtörtént. Jó, hát ezt elcsesztük. Együnk, gyerekek, mert itt döglünk meg, bazze. Közben a macska kő téma menjen. Gyerekek, nagyon-nagyon idő futás van. Ez jó hatba agott minket, mindjárt fölélénkötünk. Jó, építkezés. Ja, el is tört a lávát, ez a szar. Na mindegy, annyira nem akarok itt mászkálni most, úgyhogy nem baj, hogy eltörte, majd meggyógyulunk. Sín. Sín, az hogy nem ezt igaz, a sín? Nem sín, hanem... Fú, nem tudom, mi neve várja. Nincs olyan külön gyógyszereg, vagy valami? Tudom már, Humboldt az nem így volt. Itt volt, valahol láttam, simpója. Ragasztószalag, régebben nem kellett ragasztószalag hozzá, hülye vagy. Jó, ezt csak craftolja. Annyi vasunk lesz, tök jó lesz. Kicsit már hűvösebben érezzük magunkat. Szalma kalapba. Azt hittem ott egy ember van. Ott jobb fönt. Ott. Amit a lógatná a fejét, gondolkodik. Jó van, van itt kő bőven. És akkor íze is kellene. Hmm. Térkő blokkot majd megnézem mennyi kell, mert igazából lehet, hogy nem sok. Meg vagyok fázva a sivatagban, lol. Tönkrement a szerszám, tönkrement a szerszám. Ó, mindjárt meg leszünk. Mennyi van? Mennyi kő? Agyag az hol van a közelben? Majd azt is meg kell nézni. Nézzünk is rá. Ah, van itt agyag, jó. Spuri föl! Építkezés. Jaj. És ez nem fal lesz. Ne értsétek félre. Remélem nem. Hány darab kell? 3? 5, 2, 3, 4. Törkőblokk, 4. És utána... Pillér. Na, ilyesmire gondoltam. 26, ez bőven jöhet, gyerekek. Remélem egy között se férnek el, szerintem meg a durability-e pont ugyanaz, úgyhogy az is jó lesz. Jó, oké. Okay. Ez az, fölöslegesen nem gyártunk többet. Ez meg nekem tök jó lesz. Nagyon király lesz. Ez jó lesz, és ugye itt lesz a szint, itt lesz az alap. Tehát én itt fogok állni, itt fönt.
Ott meg lesz egy rampa, úgyhogy ide föl tudnak jönni, ha úgy van. Esetleg körbe egy sánc, ugye, védelmi rendszer. Ez nekem tökéletes lesz. Ugye ezt meg még föl tudom upgrade-elni, amit most nem akarok megcsinálni. Inkább építkezzünk hamar. Közben kéne gyűjtenem alapanyagokat. Ha már egyszer. Igen, gyűjtök alapanyagokat, mert még ez nagyon kevés lesz. Ja, menjünk is. Viszont ezt megjavítom. Hú, nem tudom, várja. Egyet hagyjunk már, mert nem lesz. Mivel csak ágyozzak. Ja. Ott is van ki ott a távolba. Ott egy sátortábor rendszer. Nagyon sok civilizált létesítmény van, úgyhogy tudok majd szeretni dolgokat. Most sok kő kell, minden kell. Fú. Legalább kettő magasra meg akarom építeni most még ma. Estig a bázist, és akkor itt már tudok is telepedni le. Mint a pillér sort. Igen, nézzék el, macskakő. Ez a szerszám megmurdelt. A szerszám nem murdelt meg. Jó, hogy kettő van. És tök jó ez a végtelen, mondhatni végtelen látótávolság, nem végtelen, mert ugye van valamilyen szinten azért egy ilyen atmoszférikus effekt. Egy atmoszféra effekt. Nem tudom, hányas szintű vagyok, arra kíváncsi vagyok. Mindig csak hármas szintű, ötös szinten tudok rakni még az izére. Szőrszámra. Oké, macskakő darab az jöhet tovább, 46. És el fog fogyni már az izém is. Az agyagom is. Ez kell. Ez az két kő is. Jó, ezt ki kéne csapnom. Nyomunk egy javítást. Aztán szerzünk agyagot is, hogy meg kell csinálni mindenképp ma ezt. Legalább, ha nem is két szint, igazából egy szint is elég, mert azon nem tudnak átjönni már így. Ugye nincs rampa a másik, mindenképpen. És akkor már tudok éjszakázni. Ja, mert viszont egy létrasort kell csinálnom. A bejáraton nagyon gondolkozok, hogy fogom megcsinálni, de szerintem már meg is van, hogy hogy. Majd így fejbe van meg. Hú, de az izé hangom van, gyerekek. Minek nevezik azt? Rögett. Ögyünk, aztán akkor megy föl a stamina. Közben izé is kellene. Aloe krém. Ha véletlen sebződünk, akkor tudjunk magunkkal mit kezdeni. Meg izé kéne, ilyen bandás kellene. Ha esetleg... Tudjátok, hogy kéne ezt nyomni? Hardcore Survivorbe. Vagy ugye meghalok, akkor nem folytassam. Úgy érdekesebb lenne. Na, kűj az. Hát nem sok kő van. Persze nem sok kő van, mindig fogy el. És ennyi a vége. El is fogyott. Ugye az agyag. Hát ez meg tönkre ment. Hát a másik. Azért forgok, hogy lássam, hogyha valaki esetleg megtámadna. Egyelőre azt csinálom, hogy egy bejáratot hagyok, majd odarakok egy faajtót, de később a bejárat mindenképp máshogy lesz.
Ennyi kövünk van, hú, de... De nagyon lassan adja. És akkor jöhetnek a pillérek, ugye? 41 darab, hát azzal nem érek körbe. Ugye oldalanként kell... A 13 darab, akkor... Ja, akkor nem fogunk körbeérni. Bazd, meg kell csinálnom estig, gyerekek, ne haragudjatok mindenképpen. És nagyon rajt vagyok. Tudom, hogy szinte csak kraftolás megy itt. Más nem láttok. Ott is egy kő, jó. Pihenjünk egy kicsit, együnk egy kicsit. Közben ránézek karakter, jó lakottság, ilyesmi. Ah, teljesen jó. Jó, mehetünk. Agyag kellene. Agyag. Menjünk. Menjünk, ásunk egy kis agyagot, várja. Szerszám. Jó, most jó sokáig csinálja, mindegy. Akkor fölmegyünk építkezni, és utána akkor agyag. Az lesz. Hát csak azért, mert most olyan sokáig csinálja ezeket a pilléreket, akkor ezt le is rakom. Egy darab kő is kő. Ja, viszont egy jó ajtót is csinálhatnék, és akkor nem kéne izélni. Nem kellene... minek nevezik? Nem kell felső bejárat, mert igazából a felső bejáratban gondolok, hogy valami létrás megoldással, de ugye nem közvetlenül itt, hanem hogy mondjuk erre is tudok létrát rakni, gondolom. Az a baj, fölfutkoznak a tetejére, az meg idegesítő lenne nekem. De ugye azt beszéltük, föld alatt semmiképp, úgyhogy itt ez... Lehet, hogy egy zsiliprendszert, igen, egy zsiliprendszert csinálok majd ide, azt akkor ott lesz megoldva ez. Ugye ez most a belső, mondjuk úgy vár lesz, ez köré még ugye esetleg fogok építeni egy külsőt is. Ahol mondjuk termesztek valamit, értitek, de az a lényeg, hogy kívül soha nem mehetek a föld alá, soha. Nem menekülhetek. Itt fönt a dombtetőn, itt jóval melegebb van, lol. Érdekes. Még kraftol, jó. Ja, el is csesztem. Na mindegy, most egyelőre itt fogok bejárni. El is csesztem, majd ki kell vésnem egyet. A zsilipnek a helyét. Jó, menjünk akkor izéné. Oké, az pont arra végez, mehetek is. Agyagot ugye bányászni. Azt az anyátok picsáját, bazd meg, mi a szar van itt? Köcsögök vagytok? Csajók! Csajok! Bazzik, de gyorsak ezek a csajok. Gyerekek, ezek miért ilyen rohadt gyorsak? Miért ilyen rohadt marha gyorsak ezek a... Csajszík. Ó, mellé. Azt a betyár úr isteneteket! Na, én nem futamodok ám meg. Jó. Ó, baze. Lehet, hogy futamodás lesz. Gyerekek, ezek kemények. Dobott egy hátast. Az a baj, elcseszem az időmet, de a lootra meg kíváncsi lennék. Fejbe kaptam egy kicsit. Jó, az növekszik az íjászat képességem, gyerekek, nem rossz.
Húhúhú. Az hogy jelent a kuristenit. Ez a nagy debil állat. Ez nagyon bírja. Áááá, nem hiszem, az nagyon bírja. Csajt kiszedtük megüle inkább. Na bazze, itt aztán vannak. Na jó, várjál. Tudom, van-e még egyáltalán tollam? Ah, van. Jó, csináljunk akkor ízét nyílveszőt. Csak nyílveszőt. Az anyátok úristenit. Lesz itt mit tutolni, hallod? És meg hőgutam már megint, hát... Iha. Gyerekek, menjenek haza! A francba, hogy pont ketté nyílott a hülye banda. Hülye csaj! Belemegy a kaktuszba, megsérül. Ez kuszik-manszik, bazze. Nem tudok menni. Az igen, bazze. Itt a hőgutától teljesen ki vagyok, várja. Na jó van, bazze. Azért ez nem volt egyszerű. Azt a vegyáról isteneteket. Ez a hőgúta, ez nem tudom. Várjátok, póló mennyire jó. Minusz 5, jó. Sivatagi cuccot kell, föl kell venni, bazze. Hát halál van itt. Gyerekek, hányat öltünk meg? Hát ezek hányan voltak? Most számolta valaki? Az a baj, nehezen tudom megítélni, és nem akarok sokat mondani, de szerintem ezen voltak-e 20-an. Minimum. Szóval van náluk romlott szendvics. Tudom, jó, az jó. Gyorsan végig lezérem, csekkolom őket. De egyébként ez nem úgy van, hogy elrohadnak ezek teljesen, vagy nem? Hát ez majdnem meg, majdnem a fűbe haraptunk, ugye azt vágjátok. Jól lakok. Egyé. Szóval akkor nő még egy kicsit az HP-m. És most ezzel elcsesztem az időt, cipő, várjál. Szigetelés. Körül a halálnak. Szétszedhettem volna, tudom. Igazából sok értelme nincs ezeket leölni, de legalább fejlődtem egy kicsit. Úgyhogy ez tetszett. Szóval baró sokan voltak. Jó volt, nem futamodtuk meg. Csak most megint izé van. Igen, 18 óra valamennyi van. Köcsög, még valaki itt a mötyörög. Aha, ott van a... Én akkor elő nagyon nehéz ilyen fejbe találni. Nincs lába, hallod? Megint bazze, mi a szar? Hát nem bírom eltalálni fejre. Csóválja a fejét. Na végre. Jó, most már észrevétlen vagyok. Hál Isten, hát most már egy kicsit erős volt. Jó, lehet, hogy aztán még elhagytam párat, mert nem ennyit öltem meg, de most... Ez van, gyerekek. Jó van, srácok, nem volt ez rossz. Hát igen, egy kicsit kaptuk az ívet. Baszta, nem tudom, merre van a belőle. Hol van a bejáratom? Hagytam egy bejárati nyílást, ugye? Itt van, jó. Oké. Okay. Valószínűleg be fogom magam izélni. Venni. Éjszakára be fogom falazni. Bár ugye hülyen indultunk, hogy rohadjon meg. Tudjátok ti. Térkép.
Jó. Azok gondolkozok, merre legyen a bejárat. Szerintem itt lesz majd egyébként. Ja. Oké, oké. Tetszik. Ugye ezzel nem lehet átmenni. Viszont át lehet ütni rajt majd. Meg át lehet, ki lehet lövöldözni. Úgyhogy arra lesz jó. Basszus, menjünk már egy kicsit akkor. Gyújtsuk már egy kis... Tudjátok mit? Hát ilyen hülyeségeket hadd dobáljak ki. Hogy kell kidobni? Eldob D. Próbáljunk meg el... csak ezt összeszik. Szétszedjük ezeket. Szétszedjük ezeket. Oké. Okay. Ja, azt akartam, hogy... Gyújtsak egy kis... Gyűjtsek egy kis agyagot, hogy tudjak tovább építkezni. De lehet, hogy ez már a következő részben lesz. Elbúcsúzom szerintem, ez már 24 óra letelt nagyjából. Akkor ez körülbelül egy órán keresztül vettük ezt a részt. Ja, eléggé mozgalmas volt, ilyen lesz a bázis. Ugye ez ugye ide mindenképp kerül még egy adag padló. A padló az valószínű fából lesz, minek betonozzunk még egyelőre. És utána esetleg ki tudjuk cserélni. Ide akkor le tudunk telepedni, ládák, ilyesmi, belső helyiség meg lesz csinálva egy kis bodegából, az, hogy esetleg ott tárolom a dolgokat, föld alá nem megyünk, torony épülni fog, és külső helyiségek is fognak épülni, mint kert, meg ilyesmi, és akkor itt egy ilyen önellátó kis gazdaságot kizárólag föld felett létre fogunk hozni. Hát igen, hogyha ilyen sokan jönnek, akkor azért lesz necces lesz, de ugye megpróbálunk fejlődni, meg is nézem, hogy... Mennyire vagyunk fejlettek. 4-es szinten vagyok, még mindig nem rakhatok, akkor elvileg. Ugye a... Szerszám kovácsra már 5-ös szinten tudok majd rakni rá. Fegyver kovács annyira nem érdekel, inkább gyűjtögetjük a pontokat. 15 pontunk van, úgyhogy 6 menjen majd. Jó van, srácok, köszönöm szépen a figyelmet, akkor innen folytatjuk. Jók legyetek. Csumi csőtészte, ezt meg ide rakom, és akkor gyakorlatilag nem tudom, itt talán nem tudnak bejönni, hanem próbálkoznak, ugye. Hát remélem, nagyon bízok benne, ha... Bejönnek, akkor majd menekülünk, mint a bolondok. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csumicső!